Sok szeretettel köszöntjük Önöket Brüsszelből, az Európai Parlament TV stúdiójából. A téma devizahitelezés. Ötöd magammal vagyok, és az első kérdésem barátaimhoz, hogy nagyon röviden mutatkozzatok be, és mondjátok el azt, hogy hogy kerültetek kapcsolatba a devizahitelezés témakörével. Üdvözlök mindenkit otthon Magyarországon. Pálosi Attila vagyok. Hát a devizahitelnek egy káros útja vagyok, így kerültem vele kapcsolatba. Egy idő után rájöttem arra, hogy egyszerűen lehetetlen kifizetni a hitelt, és valami változást akartam, és a Nem adom a házam mozgalom aktivistáival az utcán találkoztam véletlenül, és megtetszett az, hogy ezek az emberek nem hajtják le a fejüket, hanem igenis felemelik a szavukat az igazságtalanság ellen, és hát így csatlakoztam hozzájuk, így jutottam el hozzátok. Mennyit vettél föl, mennyi volt a részleted, felvételkor mennyi most, és mennyivel tartozol a banknak? Hát, csak annyit hozzáteszek, hogy volt nálam egy mobil adósságkezelő, és ő hangsúlyozta ki, hogy 12 millió forintot kaptam. Tehát megkérdeztem, hogy nem svájci frankot kaptam, nem forintot, tehát 12 millió forintot kaptam a banktól. Ebből olyan 9,5 milliót már visszafizettem, és most a jelen árfolyam szerint 28 millió forinttal tartozom. Köszönjük szépen, Kati, hogy kerültél kapcsolatba a devizahitel témával. Kérlek, hogy mutasd be magad meg a mozgalmadat. Én Kerégyártó Katalin vagyok. Mi is devizahitelesek vagyunk a férjemmel együtt, tehát így kerültünk kapcsolatba a devizahitellel. Egyszer csak azt vettük észre, hogy fizetjük, egyre nehezebben fizetjük, és egyszer már csak annyit kellett volna fizetni, amit már nem tudtunk, és akkor kaptunk a fejünkhez, hogy itt valami nagyon nem stimmel, mert régen is vettek fel az emberek hitelt Magyarországon, például a saját szüleim is, akik teljesen normál kamattal ezt visszafizették úgy, hogy mellette két gyermeket neveltek, és abszolút nem ment a család rovására. Tehát amikor azt láttuk, hogy itt valami nem stimmel, akkor elkezdtünk azonnal utána járni, és akkor kerültünk kapcsolatba olyan emberekkel, jogászokkal, akik már akkor foglalkoztak ezzel a témával, és akkor egyszer csak belekerültünk a közepébe. Szerintem dr. Varga Dam Andrea is közöttük volt. Te hogy kezdtél el, Andrea, kapcsolatba kerülni a devizahitelezés kérdésével? Igen, én ugye Varga Dam Andrea ügyvéd vagyok, és úgy kerültem kapcsolatba, hogy barátaim vettek föl ilyen hitelt, és 2011 tavaszán megkerestek, hogy nézzem meg a szerződésüket, mert úgy érzik, hogy egy feneketlen kútba dobják a pénzt, mert hiába törlesztenek havonta, nő a tőke tartozásuk. És akkor találkoztam először egy ilyen szerződéssel, amitől tényleg elájultam, tehát jogászként én el sem tudtam képzelni, hogy ilyen egyoldalú szerződések törvényesen valahol is. Mi volt benne a legdöbbenetesebb, hogyha egy dolgot kell kiemelned, ami a legsokkolóbb volt első olvasásra? A legsokkolóbb az volt benne, hogy látható volt, hogy az árfolyam, amit majd alkalmazni fog a bank, az mindenki számára örök időkre ismeretlen lesz. Tehát nem lehet majd követni, hogy milyen árfolyam alapján, milyen tőke és kamat visszafizetési terhet fog a folyamatok során kilátásba helyezni, mert erre semmilyen garanciális elemek nem voltak a szerződésben. Egy ilyen teljesen nyitott, ez úgy képzeljük el, mint hogy kötsz egy olyan szerződést, hogy soha nem tudod, hogy mikor és meddig kell majd ezt milyen teherrel fizetned, egy állandó nyitott pozíció egyébként a banküzemben, a deviza kereskedelemben, ez a nyitott pozíció, ez egy alapfogalom, és tulajdonképpen ezekre a szerződésekre ezt használták, amiben csak az volt az érdekes, hogy a bank 2 óráig nem lehet nyitott pozícióban soha, amikor ő devizakereskedést csinál, ehhez képest az ügyfeleivel 20-25-30-35 évre készített egy nyitott pozíciói, örök nyitott pozíciói szerződést. Tehát ez volt a legmegdöbbentőbb, és hát persze a hibáit szépen lassan kimutattam, és 11 nyarán készítettem is egy több mint 50 oldalas tanulmányt, hogy egyáltalán lássák az emberek, hogy miből született ez az egész. Erről is majd fogsz beszélni a beszélgetésünk során. Tomi, te hogy kerültél kapcsolatba a devizahitelezés témájával? Egy nemzeti jogvédőként, nemzeti jogvédő szolgálatunkhoz rengeteg ilyen megkeresés érkezett. Alakítottunk is egy deviza munkacsoportot, ennek keretében kezeltünk sok ügyet, de sok olyan kollégával aztán kerültünk kapcsolatba, például Andreával is ennek kapcsán, de sok más kiváló felkészült jogász kollégával, akik ugye valóban perek ezreivel próbáltak szembeszállni ezzel a gigantikus csalással, amelynek tényleg a lényege az, hogy egy olyan tisztességtelen feltételt emeltek be
ezekbe a kölcsönszerződésekbe, amelynek a lényege az, hogy a svájci frank forint árfolyam változásának az összes kockázatát rátelepítették a fogyasztókra, ugye Európai Uniós fogyasztói szaknyelven, tisztességes jó viszony magyar emberekre, és ennek a ügynek a megoldását sajnálatos módon ugye most a végéről is kezdve valahol nem jól végezte el a Magyar Országgyűlés, egy olyan forintos társadalmi törvény született. De országgyűlési képviselőként is valamilyen albizottságnak voltál. Igen, a következő fázis, igen, az pedig országgyűlési képviselőként 2010-től már hihetetlen mértékű problémává duzzadt a devizahitelezés, egyre jobban folytogatta a családokat a adósság terhe, és ebből fakadóan első pillanattól fogva mi követeltük egyrészt a végrehajtások azonnali megszüntetését, ez csak jó nagy késéssel és részlegesen történt meg, illetve kezdettől fogva követeltük, szorgalmaztuk a forintosítást, tehát az, hogy tekintsük ezt egy forintban folyosított kölcsönszerződésnek, mert erről volt szó, nem mozgott közben deviza, egy fiktív devizaszerződésről van szó, tehát gyakorlatilag úgy kell elbírálni az egész jogügyletet, mintha kezdettől fogva a forint, és egy bizottság, egy vizsgáló bizottság jött létre 2011-ben. Az Országgyűlés Alkotmányozási Bizottsága Kebelén belül, amelynek én alelnöke voltam, meghallgattuk akkor pénzügyminisztereit, nemzeti banki vezetőket, pénzügyi szervezetek akkori vezetőit, a bankszövetség vezetőit, néhány civilt is, és egyértelműen arra közkésre jutott ez a bizottság, amelynek sajnos nem fogadta meg a tanácsát ezzel a mostani legutóbbi forintosítási törvényel a kormány, hogy a felvételkori árfolyamon kellene kivezetni a devizahiteleket, és így kéne forintosítani. Ami mennyi volt, és ehhez képest végül mennyi árfolyamon? Így van, hát ez átlagosan ugye 100-150 és 160 forintos árfolyamon történtek a kölcsönfelvételek, és 256 forintos árfolyamon kell ugyanmost úgymond forintosítani, tehát egy ilyen tisztességtelen feltételt nem tekintetek érvénytelennek, és nem tettek a szó klasszikus értelemben igazságot, hanem egy kommunikációs sikerpropaganda mellett a valódi megoldást nem hozták meg, és a terheket pedig a magyar emberek nyakán hagyták. Bocsánat, ehhez még azt szeretném hozzátenni, hogy minden hitelelbírásnál a bank, mint pénzügyi szakértő díj ellenében vizsgálta meg, hogy az embereknek a hitelképességét és a fedezet arányát a hitelhez képest. És hogyha ők ezért pénzt kértek, akkor valószínűleg a felelősség ez ügyben az övőké lehet csak. Nem? Hogyha ezt mindenki mint szolgáltató... pénzt kért, ugye ezt most ezen a bizonyos meghallgatáson szembesültek vele a külföldi vendégek is, mi magunk is, akik kívülállók vagyunk, mert nem vagyunk devizahitel adósok, hogy ugye a közjegyző is pénzt kért, a különböző szereplők is pénzt kértek azért, hogy a szaktudásukkal biztosítsák azt, hogy ne járjon pórula az adós, és ehhez képest senki semmit nem nyújtott a pénzért, amit kapott, és semmiféle garancia nem kapcsolódik az ő tevékenységéhez. Ez egyáltalán hogy lehetséges, a jogász kollégáimhoz fordulok, hogy lehet az, hogy valaki pénzt számol a szaktudásáért, beleépül a rendszerbe, mint például a közjegyző, ugye? Vagy mint a bank is felszámol azért külön pénzt, külön szolgáltatásként, hogy ő majd szakértő szemmel megnézi, hogy mennyire hitelképes az adós, és aztán ezért nem kérhet semmit cserébe az adós, amikor azt mondja, hogy háromszor annyival tartozom, mint amennyit fölvettem, itt valami nem stimmel. Az érdekes az egyébként, hogy a hitelképesség vizsgálata alapján a bank felel azért, hogy úgy mérte fel a hitelező képességeit, ami valójában aztán bebizonyosodott, nem állt fenn. De az érdekes az, hogy nagyon sok pert viszek, minden perben bekértük a hitelfelvétel előtti hitelképesség vizsgálati iratokat, egyetlen egy ügyben nem hajlandó a bank benyújtani, hanem azt mondja, hogy nem volt. A hitelintézeti törvény azonban kötelezővé teszi a hitelképesség vizsgálatot, erre az volt a válaszuk, hogy a bank eldönthette azt, hogy ő akkor is ad pénzt, hogyha nem vizsgálja meg a hitelképességet. A helyzet az, hogy ezt nem tehette, tehát ez nem döntés joga, mert a törvény... Döntés! Sajnos nincsenek, mert a perek fel vannak függesztve, tehát nem tudunk döntéseket kapni, mert nem hajlandó a Magyar Bíróság tárgyalni az ügyeket. Az összes valami, milyen nagyságrendben vannak perek? 12 ezer per van.
felfüggesztve, arra hivatkozással, hogy... Elszámolást meg kell várni, és az elszámolás végén, mikor tudja mindenki, hogy a bank kitől mit követel, majd akkor lehet folytatni, csak addig sok embernek elveszik az ingatlanját, végrehajtanak rajta, stb. Közbevetőleg hagyj forduljak a nézőkhöz, kérünk szépen elszámolásokat, hogyha valaki szívesen beküldeni a sajátját, aki már megkapta, ugye ezek azok a napok, ezek azok a hetek, amikor küldik a bankok az elszámolásokat. Úgy tudjuk, hogy sokakat kellemetlen meglepetés ért már, aki ezt szívesen megosztaná velünk, tegye meg az ismert e-mail címen. Nektek mi a tapasztalatotok a csoportotokban, a civil csoportotokban, hogy jönnek ezek az elszámolások, és milyen... Hát szerintem most kezdenek majd beindulni. Uh-huh. Többen kaptak már úgy pénzt a számlájukra, például engem is hívtak úgy föl, hogy neki valamit utalt a bank, és ő Erste banknál volt, mondom, Jézusom, megnézem, hát ha nekem is, hát nem, nekem nem. De aztán kiderült, hogy még semmiféle papírt nem kapott mellé, tehát fogalma nincs, hogy az az összeg hogy került most a számlájára, és pont erről beszélgettünk Andreával, és akkor majd fogom neki is ezt mondani, hogy hozzá ne nyúljon, mert ki tudja, hogy majd még az elszámolás után mi lesz. De most pont mielőtt kijöttünk Brüsszelbe, keresett meg minket egy hölgy, aki, hát talán ő az első fecske itt most a környékünkön, aki megkapta ezt az első elszámolást, és hát szegény szívinfarktust kapott, mert most pontos adatokat nem fog tudni mondani, de nagyságrendileg 7,5 millió forintot vett fel annak idején, amit már majdnem háromnegyed részben visszafizetett, tehát olyan 6-6,2 millió forint között tart most a visszafizetése, és miután 256 forinttal, úgymond forintosították neki ezt a devizahitelt, 4 éves fix kamatozással 161 további hónapra 26,5 milliót követel még tőle a bank. Ezek abszolút bizarrnak tűnnek ezek a számok, de azért elképzelhető, hogy így volt a te tapasztalatod alapján? Tehát biztos, ilyen számok lehetségesek? Biztos, hogy így van, mert amikor a jogszabály megszületett, nagyon sok televíziós, rádiós interjú, újságok írtak erről a kérdésről, és elmondtam, hogy óriási meglepetések lesznek az embereknek, mert a bankok egyrésztről kezelni sem tudják már, hogy amit törlesztettek, azt ők valójában hova számolták el, nincs is megfelelő programjuk erre, és hasraütésszerűen fognak számokat írni, úgyhogy ezért mindenkit arra vagyok kénytelen bíztatni, hogy 30 napon belül panaszolja meg a Magyar Nemzeti Banknál, nem fogják tudni ott sem kezelni, majd pedig a bírósági út áll eléjük, hogy az elszámolást vitassák, nem lehet hagyni, tehát nem lehet hagyni, hogy egy 7,5 millió forint után majdnem az egészet visszafizetés még 28 milliót követeljen. És a törvény mondja ki, bocsánat, hogy ilyen kvázi ördögügyvédje vagyok, hogy a törvény mondja ki, hogy 256 forintos árfolyamon kell idézőjelben forintosítani, tudjuk, hogy nincs mit forintosítani, mert az egész forint konstrukció volt, akkor hogy tud mégis bírósághoz fordulni a törvényel szemben? Hát, biztosítási speciális jogorvoslatot. Hát van egy jogorvoslati lehetőség, igen. De ugye a 256 forint egy szorzásban csak az egyik szám. A másik szám, hogy mit szorzok 256 forinttal, és az, amit szorzok 256 forinttal, biztos vagyok benne, hogy minden elszámolás helytele lesz. A bankoknak az az érdeke, hogy folyamatosan tuningolják a követeléseiket, a veszteségeiket, ezen populáció alapján akarják behozni, és miután egyébként a bankok államosítása elég komoly ütemben megkezdődött, amit majd persze privatizálni fognak, és különböző érdekkörök majd mi a bankokat tulajdonban megszerzik, nekik az az érdekük, hogy minél nagyobb potenciális bevételi forrás legyen, és az az ár, amit majd a bankért fizetnek, az megérje nekik. Úgyhogy egy teljesen más dimenzióba került ennek az ügynek a folytatása, mert alapvetően van egy jogi út, de a jogi út mögött ott áll egy bankvagyont szerezni kívánó csapat, akik rátelepültek a magyar döntéshozókra. Most hallottam valakitől, hogy azt a mondást, hogy valamit meg akarsz érteni, akkor mindig kövesd a pénz útját. Igen, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon hasznos tanács. Emellett azért még felhívnám a figyelmet arra, hogy ugye az állam ugye meg akarja szerezni a bankokat, hogy megjelent most egy olyan törvénycikkely, hogy a végrehajtásokat nem lehet felfüggeszteni abban az esetben, hogyha az állam a végrehajtást kérő. Tehát erre nem vonatkozik a végrehajtási vagy kilakoltatási moratórium. Tehát ez a kettő is szerintem szorosan összefügg.
De nem lehet, hogy csak hatósági szeretében az állam? Biztos, nem, hogy nem, akkor nem, is, nem, hogyha az állam, kiemeli, az állam a végrehajtás kérő. Követelésteket, igen, igen. A, tehát aki a, amit az állam követel, és mondjuk egy állami bank az állami vagyont követel, az arra nem vonatkozik. Tehát itt nem válik el az állam, mint gazdasági szereplő, és mint hatóság. Pedig teljesen kéne, mindegy, pedig kellene. Ez a hatályok annyit hozzá visszatérő, hogy a vizsgálóbizottság eredmények az ismertetésére, hogy azért abban egyértelmű volt, ez a kormánypárti többségű ugye volt a bizottság, tehát mi csak ellenzékiként javaslatokat tudtunk tenni, de azért a megállapítások teljesen egyértelműen kimondják, hogy mindegyik állami szerv gyakorlatilag alkalmatlan a bizonyult a feladatára. Tehát gyakorlatilag egy állami felelősség van, tehát ez megkerülhetetlen, jelesül a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, hogy egy fogalmaz a jelentés, teljes vizsgálati időszakban képtelenek bizonyult arra, hogy megfelelő súlya jelenítse meg a fogyasztóvédelem érdekeit a devizahitelezés folyamatában. Ugyanezt mondja a Nemzeti Bankról is. Ugyan sokkal előbb észlelte és kommunikálta a rendszer kockázatokat, de lépései nem voltak olyan erőteljesek, hogy érdemben módosítsanak a devizahitelezésben érintett aktorok motivációján. Jogszabályi környezet módosításának lehetősége fel sem merült, még a veszélyekre figyelmeztető kommunikáció szintjén sem óvta a kormány a mind kockázatos körülményektől a lakosságot. Tehát azért ezt lássuk világosan. Semmi következménye nincs, tehát semmiféle felelősségbeli következménye. Hát én ezt feszegettük ugye ott a bizottságról, és amikor Daskovics Tibor, Veres János és a többi potentát, akik az egész rendszert úgy állították föl, hogy a forint alapú hitelezésről, a lakáshitelezésről elmozdították deviza alapú hitelezésre, a kedvező kamatokkal odacsalták az embereket, akik ugye nem kapták meg a megfelelő tájékoztatást az árfolyam különbség kockázatairól, tehát ők ezt nagyon jól tudták, tudatosan hajtották végre, a banki érdekeket szolgáltak ki, és sokszor el is mondják a kormánypartiak, meg elmondták a parlamentben, hogy hát igen, akkor maguk a bankokat szolgálják, de hát egy ilyen forintosítási törvény vajon kiket szolgál most ebben az esetben, amikor a teljes teher tömeget, a megháromszorozódott... Ez az, amit úgy magyarázta a Varga István a filmen, hogy tulajdonképpen a törvénytelent törvényesítette, ugye? Mert hogy kimondták azt, hogy nem volt törvényes ez az egész konstrukció, de azzal, hogy azt mondta, hogy na jó, és éppen ezért forintosítjuk azt, ami nem volt törvényes, ezzel legitimálta a jogszerűtlenséget. És ezért használta fel az Európai Bíróságnak egy döntését, amiről beszéltem ezen az összejövetelen. Tehát még az Európai Uniód is bevonta, mint egy negatív tényezőt, holott az a döntés, amiben egy mondat van, amit ő felhasznált, az a döntés nagyon jó lenne a magyar polgároknak, ha azt alkalmaznák, de nem hajlandók a döntés iránymutatásait alkalmazni, csak kiemelnek belőle egy mondatot, és azt utána törvényi szintre emeli, hogy legalizálja a törvénytelen. A devizahiteleseknek itt az ideje, hogy összefogjanak. Ugye sok szervezet van, össze kell fogni, most eljöttetek Brüsszelbe. Miért jöttetek Brüsszelbe, hogy telt ez a napotok, és mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket? De azt is mondd el nyugodtan, amit szeretnél. Igen, mert most itt közben megfordult a fejembe, hogy nagyon-nagyon régen az az első követelésünk már, hogy tessék abba hagyni a kilakoltatásokat, ne engedélyezze a kormány addig a végrehajtások elindítását, amíg ugye mondjuk, hogy itt van a hiba, azzal nincsenek tisztában, amíg nem állunk egy tiszta helyzet előtt. Hát azt már nem lehet utána helyre rakni, hogyha valakinek elveszik a lakását. Ez lenne az első, ha tényleg valamit komolyan gondolna a kormány, ez lenne a legelső intézkedés, hogy azt mondja, rendben van, innentől kezdve addig nincs kilakoltatás, nincs végrehajtás, elindítás, amíg ezt a helyzetet nem tesszük úgy rendbe, hogy ez mindenki számára elfogadható. Ők azt hirdetik, hogy már rendet tették, nem? Igen. És de nagyon sokan azt is hiszik Magyarországon is, külföldön is, hogy hát már rendbe tették ezt az egész devizahitel például problémát. Mi voltunk bent a parlamentben, beszélgettünk képviselőkkel, interjút készítettünk velük, és ott is már felvetettük még júliusban, júniusban, még amikor ugye kezdődött ez az egész forintosítási hadjárat, meg még a kúria döntés után, hogy kiveszik az árfolyamrés, stb. És már akkor mondtuk, hogy gondolkozzanak egy picikét, mert mi úgy látjuk, mi laikusok, hogy ez nekünk nem lesz jó. És olyan emberek, akik a jogot képviselik a kormányban, azt mondták így bele a szemünkben, hogy de, ez az adósok érdekeit fogja szolgálni az összes elkövetkezendő törvény. Tehát tudnak róla, hogy mi fél tőle, mi is jeleztük, azt is jeleztük, hogy üljenek már levelünk, csomó szakértő van gazdasági, jogi szinten is. Nem fognak össze a civil csoportokkal, úgymond nem kíváncsiak abszolút a véleményünkre. Ez egyébként most már hozzá tudom fűzni ahhoz, hogy például pont ezért is jöttünk ki, mert
én úgy is kezdtem a kinti demonstráción az angolul a beszédemet, hogy mi, akik most ide kijöttünk, mi nagyon szeretjük az országunkat, és mi igenis büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, tehát nem árulkodni jöttünk ide, hanem ez egy kétségbe esett lépés volt már részünkről, mert itt nagyon sok, mondhatjuk a civil csoportokat, de végül is teljesen mindegy, mert civil emberek vagyunk, akik mindenféle téren küzdünk már évek óta, és úgy látjuk, hogy csukódnak befele az ajtók, és nem jutunk el igazán a megoldáshoz. Ezért gondoltuk azt, hogy fel kéne hívni egy kicsikét jobban a figyelmet erre a nagyon komoly problémára, és ezért gondoltuk, hogy akkor kijövünk, és hát a három dolgot tettetek, ugye? Igen. A petíciót adtátok be a petíciós bizottságnak, majd akkor, ha megteszitek, hogy elmondjátok, hogy jogilag körülbelül mi van ebben a petícióban, hiszen alaposan átolvastátok, meg nyilván tanácsot is adtatok benne, vagy gondolom legalábbis, vagy voltak jogász kollégák, akik adtak benne tanácsot. Ezt beadtátok, tüntettetek itt az Európai Parlament előtt, illetőleg igen, volt ez a bizonyos meghallgatás. Mi az összkép számotokra? Hogy sikerültek ezek a dolgok? Kellemes csalódás, vagy negatív csalódás? Hát először is nagyon fárasztó volt nekünk, akik benne voltunk, de meg kell, hogy mondjam, hogy most a meghallgatás után egy olyan érzés vett rajtunk erőt, hogy talán elkezdtük azt a lépést. Ugyanis a meghallgatáson, ugye, ahogy beszéltünk róla, hál' Istennek nagyon sokan eljöttek. És ahogy meghallgatták a civil emberek történeteit, mi úgy láttuk, hogy nagyon empatikusak voltak, jegyzeteltek, és bizony voltak olyan hölgyek, akik ugyanúgy megsiratták magyar áldozatokat, mint ők saját magukat. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy eljutott a mi üzenetünk hozzájuk. Úgyhogy ilyen szempontból én egy picikét azt mondom, hogy hát nem megnyugodtam, de ez egy nagyon jó érzés volt. A kinti demonstráció is szerintem jól sikerült, megpróbáltuk kihozni belőle azt, amit lehetett. Úgyhogy mi reménykedve nézzünk a jövőbe most egy kicsit. Köszönöm szépen, mondjatok valamit erről a petícióról. Ez a petíció itt van a kezemben, és tulajdonképpen azt a célt szolgálja, bár ez Magyarországon már eléggé szitokszóvá válik a kötelezettségszegési eljárás, de hát így hívják az Európai Unióban azt, amikor egy tagállam valamilyen európai norma alapján, vagy normával szabályozott rendszerben nem az európai normáknak megfelelően jár el. Ez egyébként teljesen normális dolog, rengeteg országgal szemben nagyon sok kötelezettségszegési eljárás van, hiszen valamilyen módon meg kell regulázni ezt a csapatot azért, hogy egy egységes úton, egységes szemlélettel, jogi normákkal, demokrácia iránt való felelősségérzettel dolgozzanak. Most ugye ennek is ez a célja. És, tehát nem csak az uborka görbület szögét lehet szabályozni, hanem azt is, hogy nem verhet át a bank ügyfeleket. Igen, az az érdekes egyébként, hogy ebben a kérdésben most az Unió nekünk nagyon nagy segítség. Nagyon nagy segítség, mert az Unió alaptörvényében, az összes elvi állásfoglalásában, irányelvében azok a kérdések, amit ebben az ügyben Magyarországnak rendeznie kellene, nagyon szépen, nagyon határozottan, nagyon egyenesen és nagyon iránymutatóan fogalmaznak. Tehát ha semmi más nem tett volna a magyar parlament, a magyar kormányzat, csak az uniós normákat, amiket itt most a petícióban felhívtunk, alkalmazta volna, akkor ezt a kérdést már legalább 4-5 éve egy nagyon egyszerű, nagyon tisztességes törvénnyel rendezhette volna, és már túl lennénk mindenre, nem kellene itt lennünk. És mindez már 2010-ben is megtehető lett volna. Ezek a normák nem újdonságok. És tulajdonképpen 4 év után vajuttak egyek és egereket szültek. De fejezd be csak. De még annyit azért hadd tegyek hozzá, amit Kati és Tamás mondott, hogy most azt képzeljük el, hogy ezzel a forintosítással, ugye alapvetően mi inkább a svájci frankról beszélünk, mert ott van a legnagyobb krízis. De az eurónál 309 forinton forintosították az adósoknak, és most már 299 az euró, ergo a magyar állam a törvényével kárt okoz az adósoknak. Tehát nem úgy megoldja, hanem ténylegesen ő miatta átírt egy szerződést,
szerződést úgy, mert azért azt valljuk be, ez arról szól, hogy egy két fél között átírt a törvény egy szerződést. A bankok javára, az adósok kárára, így van, egyébként sem lehet egy szerződési akaratot harmadik személynek még törvényen sem megváltoztatni, azért ez is egy alapelv. A valós akaratot, így van. Tehát az a döbbenet, hogy most már effektív kimutatható a kár. Na most nem tudjuk persze, hogy a pénzügyi világban a jövőben mik történnek, de esetleg előfordulhat, hogy 256 alá megy valamikor a svájci frank, hiszen itt még átlagosan 15-20 évig tartanak ezek a jogviszonyok, elvileg, igen. Akkor mi lesz, hogyha 256 alá megy? Akkor megint belép a magyar állam a törvényhozásával egy károkozó funkcióba. És igazából csak azt szeretném kérdezni, hogy ez, hogy beleszól egy harmadik félként az állam, ez mennyire európai jog? Az önmagában nem probléma, hogy beavatkozik az állam és törvényi úton módosít szerződéseket. Erre a polgári törvénykönyv is lehetőséget adott, meg most is ad. Tehát ez nem ellenkezik. Az, hogy ezt milyen formában teszi, tartalmilag tisztességes szerződési feltételeket emele be, vagy tisztességtelen tesz, úgymond formáljogilag törvényi útján tisztességesé. Hát ez az, ami itt a probléma ezzel az egésszel. És a petíció tartalmára visszatérve, én egy nagyon nagy dolognak tartom. Hogy ez így elkészült. Tényleg én örömmel adtam tényleg szakmai segítséget, többünk közös munkája volt, de világosan kell látni, és én is először szeretném rögzíteni, mert már hallom előre a hangokat, hogy Gaudna Tamás 4 évig a parlamentben arról beszélt, amikor bármikor a kormány egy uniós úgymond nyomás hatására módosított egy törvényt, akkor mindig azt mondtuk, hogy hát akkor inkább ne csináljunk semmit, mert az unió szól ránk, és akkor ez mennyire rossz. De azt mondom, hogy valóban vannak olyan esetek, hogy a Kati is fogalmazott, egy végszükséghelyzet. Tehát így gyakorlatilag tényleg ez látható, hogy minden törvényes utat parlamenten belül, parlamenten kívül végigpróbáltak politikai erők, civil erők, jelen pillanatban így áll a helyzet, mégis megcsinálták, és sikerként próbálják eladni. Miről szól a petíció? Tulajdonképpen a petitumok, a kérések konkrétan. Egyrészt ugye az, hogy az Európai Parlamenthez való fordulás, ez nem egy kötelességszegési eljárásos feljelentés a bizottságnál, ez az Európai Parlamentnél igény, bármely európai polgár által igénybe vehető eszköz, hogy idehozhasson egy összeurópai fórum elé egy európai fogyasztóvédelmi, jelenségben Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályait sértő törvényi megoldást. Első kérés, hogy állapítsa meg az Európai Parlament, hogy a forintosítási törvény megoldása ellentétes az Európai Unió fogyasztók védelmére vonatkozó szabályival, mi 10 ilyen erős normát meg tudtunk jelölni, mondjuk egy, amit mindenképpen kiemelek, a legfontosabb, ugye a 93/13-as fogyasztóvédelmi irányelv, harmadik cikk első bekezdés, egy nagyon feszes mondat, kérem, hogy figyeljenek, az egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelen, ha a jó hiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára úgy, hogy azt a szerződő fél nem tudja befolyásolni. És tulajdonképpen megvan a norma. És itt a meghallgatáson ugye a bizottság képviselő is jelen volt, aki egyrészt nagyon nyitott volt és nagyon érdeklődve hallgatta és megdöbbenéssel petíciós bizottságé, hanem az Európai Bizottság képviselő, aki azért már úgy megelőlegezte, hogy ők hát úgy érzik, hogy elintézték a problémát, mert ugye született 2014-ben egy kifejezetten a fogyasztási kölcsönszerződésekre egy irányelv, a jövőre szólóan, és egyébként meg nemzeti hatáskörbe tartozónak tekintik az ügyet, de ez igenis nincs így, tehát ez csak egy, ugye az Európai Unióról szóló szerződés, alapjogi karta és sok más jogforrás megjelöltünk, ez. A második az, hogy az Európai Parlament mégis hívja fel az országgyűlést arra, hogy olyan megoldást válasszon ennek a problematikának a rendezésére, ami tényleg megfelel ezeknek az uniós normáknak és az Európai Bíróság vonatkozó ítéletének. Tehát mi lenne a megfelelő megoldás? Ezt le is írja itt a petíció. Tisztességes megoldás, azaz a kölcsön adott forint folyósításakor alkalmazott árfolyamon kell úgymond figyelembe véve venni a elszámolást, tehát magyarul forint, amennyi forint összeget utaltak tőkében, az a forint. Tehát forintban folyosított kölcsönszerződésnek kell tekinteni. És az árfolyamot ne is nagyon használjuk, mert az igen, azt feltételezi, ugyanakkor mint persze, mert ez egy viszonyítási pont volt az extra kaptunk, banki extra profit érdekében. Fizetünk, és... Igen, és a másik, ami szintén egy fontos része, és ez valóban megjelenik a civilek követelésében, hogy egyfajta kártérítési rendezés is kell. Mert azért azt nem lehet amögött elmenni, hogy az elmúlt 10 évben, akik terheket viseltek, az egész életüket így rendezték. Át. Ezért adtak el egyéb vagyontárgyakat, ezért mondtak le az élet minőség bizonyos elemeiről, megbetegedtek, belerokkantak, agyondolgozták magukat, tehát olyan életminőség romlás szenvedtek az emberek, ez valamilyen általán jelleggel
figyelembe kell venni. És tőle kérdezhetek valamit, bocsánat, jól foglalom-e össze, akkor, hogyha azt mondom, hogy tényként megállapítható, hogy nem volt svájci frank, és nem volt semmiféle idegen deviza az ügyletek mögött, hanem amit árfolyamnak neveznek, az igazából egyfajta indexálása a bank profitjának. Igen. Jó ez az összefoglalás? Egy kikötés, ami extra profitot biztosít egy jövőbeli bizonytalan tényezővel, amit a bank viszont tudott, illetve legalábbis nagy valószínűséggel sokkal jobban tisztában volt ezzel a kockázati elemmel, hogy 30 évre vonatkozóan olyan elmozdulások lehetnek, amik gyökerében rengetik meg a ügyfél pozícióját. Én még gyorsan befejezem, hogy a kérésnek a másik kettő gyorsan, hogy mi volt a petíció. Ugye az is nagyon fontos, hogy a kölcsönszerződéseket jelenleg teljesíteni nem képes adósokkal szembeni minden végrehajtási eljárás felfüggesztésre kerüljön, és még az is benne van, ami egy nagyon fontos dolog, hogy amár elvesztett vagyontárgyát, tehát amár tönkrement életek kompenzálására, igenis ezt helyre kell állítani. Tehát aki elvesztette a vagyonát ezen tisztességtelen kikötés miatt, az bizony vissza kell kapja, vagy ennek lehetetlenség esetén méltányos kárpótlás legyen, és az utolsó pedig a bizottsághoz való fordulása, az kérni az Európai Parlamenttől, hogy a bizottságot is keresse meg, hogy vizsgálják meg az ügyet, és fontolják meg akár a kötelességszegési eljárás indítását is. Jelen esetben, még egyszer hangsúlyozva, euroszkeptikus emberként, hogy továbbra is azt mondom, hogy tényleg, vagy Andrés is mondta a meghallgatásnak, nagyon szomorúak vagyunk, hogy itt kell lenni. Tehát ezt otthon, de hát én is tényleg a parlament legaktívabb képviselője, 4 éven át minden nap elmondtuk képviselőtársaimmal együtt, hogy ez így kéne csinálni. Az utcán elmondták a civilek, a szakértők elmondták a saját fórumaikon, a bíróságokon, és nem lehetett más megoldáshoz jutni. Úgyhogy ezért ezzel foglalkozni kell most már európai szinten, és hát lássuk, hogy... Pár percig maradt hátra, egy praktikus tanács vagy kérés, szerintem ezt a petíciót fel kellene rakni az internetre, mert biztos, hogy nagyon sokakat érdekel, devizahiteleseket, barátaikat, velük együttérzőket, jogász kollégákat. Kérdezem technikailag, hogy lehet csatlakozni petícióhoz? Így van. Tehát ez így a petíció, ezt ne ilyen politikai értelemben gondolják, hogy petíció, hogy mondjuk ez mondjuk egy ilyen politikai értelembe vett rövid petíció, amit osztogattatok a tüntetés során, hanem ez gyakorlatilag egy kvázi keresetlevél, ugye? Jól mondhatjuk, tudom. Tehát egy polgári jogi értelembe vett keresetlevél az Európai Parlament petíciós bizottsága felé, amit most hányan írtak alá? Tehát hányan adták be? Kati. Hát ugye természetesen egy károsult, aki benne volt, jogi részről Andrea, és mozgalmi részről pedig hát igen, sokan aláírtuk, körülbelül 7 vagy 8 olyan ember, aki most itt volt, és hát ez nagy szám, de mondjuk a 7 vagy 800 ezer az még nagyobb lenne, úgyhogy lehet, hogy akkor érdemes lenne ezt tényleg megnyitni, és csatlakozni. Mi ezt mondjuk évek óta, hogy gyerünk, mindenhez csatlakozni kell. Hol lehet majd, hol keressék majd, melyik webfelületet oda jelenni erre? Föltehetjük a saját honlapjainkra, és szerintem és akár ennek a videónak, ami most itt elkészül, ez alá is be lehet tenni majd a petíciónak a linkjét. Szerintem az a leghelyesebb. De nektek is van egy Facebook oldalatok. És van a radikális bankellenes csoporté, valószínűleg meg fog jelenni az otthonvédelmi tanács oldalán, bármelyik más. Nem adom a házamhoz. Így van. Nagyon fontos lenne, hogy ezek a sokszor egymással nem tökéletes kapcsolatban lévő, mert más szakmai állásponttól álló devizahiteles csoportok végre egyesítsék az erőiket. Ez megtörténne, akkor nyernénk. Most is így több csoport képviseltette magát. Viszont én azt szeretném mondani, hogy amikor nagy baj van, akkor ezek a csoportok azért összefognak. Ha nagy baj van, vagy ha nagyon jó megoldás van, és ez a petíció, ez egy jó megoldásnak tűnik, vagy legalábbis egy jó előrelépésnek. Kérnék szépen egy gyors záró gondolatot mindenkitől, maximum 1 perc. Hát én igazából annyit tudnák mondani az emberek, hogy ne féljenek. Ne féljenek, ez a legfontosabb. Ne féljenek a bankoktól, ne féljenek a végrehajtókról. Keressenek kiutat akár a jogútján, akár az utcai harcok útján, de a legfontosabb, hogy felejtsék el azt, hogy a bankoktól félniük kell, mert hogyha az embereknek van igazságérzete, akkor tudniuk kell, hogy nekik van igazuk. És akinek igaza van, annak nem szabad félni. Annak ki kell harcolni az igazát, vagy így, vagy úgy. Én ennyit szeretnék. Köszönöm szépen, Kati. Igen, én pedig úgy gondolom, hogy akár akik eddig még nem harcoltak, vagy akár nekünk, akik már itt évek óta próbáljuk megoldani ezt a dolgot, én magam nevében tudom nyilatkozni, én már nagyon szeretnék unalmas hétvégéket otthon eltölteni a család. Hát nem kötögetni, de például kutyát sétálgatni,
vagy a gyerekekkel egy kicsikét ellenni, vagy barátokkal elmenni, mert nagyon szép, meg nagyon jól néz ki, amikor az ember tüntetést szervez, de úgy nekünk ez nem a szakmánk, úgyhogy én most már szeretnék ilyen nyugodt, kicsit unalmas hétvégéket. Olyan és ezt polgári, nem? Tehát igen. A polgári szó jelentésére amikor esetleg nem okoz gondot, hogy na, kiveszem azt a pénzt, és elmegyek a moziba. Tehát igen. Én ezt kívánom mindenkinek, hogy eljussunk idáig. Devizahiteles, nem devizahiteles mindenki. Köszönöm szépen, Andrea. Számomra ez a mai nap tényleg arról szólt, hogy most megmutatkozhatott a személyes jelenlétemben is az Európai Unió léte, indokoltsága és egyáltalán feladata. Én azt remélem, hogy az ott jelenlévő képviselők, akik ezt a beszélgetést is nézik, felelősségteljesen ráébrednek arra, hogy egyetlen egy Európai Uniós polgár nem lehet, nemhogy hosszan, rövid ideig sem egy jogellenes állapotban. Tehát az, hogy Magyarországon sajnos nagyon sok magasrangú jogászember úgy gondolja, hogy a jog elvei csak különböző kiváltságos rétegek felé érvényesülnek, és az egyszerű ember felé nem. Különösen azért örülök, hogy itt vagyunk, mert nem oly régebben a parlamentben Ferenc pápa felszólalt. És ő azt mondta, hogy ő azért aggódik, és aggodalommal látja, hogy az Európai Unióból az ember veszett ki, az egyéni ember méltósága, és nagy örömömre szolgált, amikor még fel is ajánlotta az Európa Parlamentnek azt, hogy ő akár szívesen lesz lelki vezetője annak az útnak, ami az egyedi emberhez vezeti vissza a szervezetet, és az egyedi ember méltósága a legfontosabb, és minden más csak a kiszolgálója mindennek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi Ferenc pápa felhívásának is megfelelően voltunk itt, mert ez a cél, amit mi meg akarunk fogalmazni, ez az egyéni ember méltósága visszanyerését szolgálja. Köszönöm szépen, Tomi! Először csak azt szeretném kívülni, hogy minden tiszteltem és elismerésem azoké a civileké és elkötelezett szakértőké, közéleti embereké, akik ugye odaállnak ezen igaz ügy mögé. Ez tulajdonképpen az utóbbi évek legszélesebb körű társadalmi problémája, amelynek egyszerűen nemzetgazdaságot is megrendítő hatásai vannak. Nem engedhetjük, hogy a nemzet lényegében adósság rabszolgaságba kerüljön. Ugye sajnos most már a közállam, az államot eladósították, most ugye a háztartások eladósítása történt meg, ebből ki kell törni, tehát a szabadságért folytatott küzdelem és a jó igazságért folytatott küzdelemnek soha nem lehet vége. Az Európai Unió, ha pedig valamennyire is úgymond komolyan veszi a saját értékét, a szabadság és jólét ugye ez térsége, ugye ezek az alapelvek, akkor kell, hogy foglalkozzon ezzel a problémával, és otthoni döntéshozóknak pedig jó lenne azért igazából tükörbe nézni és átgondolni, hogy vajon miért nyomták meg ezt a gombot ennél a törvénynél, miért tették ki ezeket a milliókat az ilyen típusú nélkülözésnek és a jövővel bizonytalanságnak. Gondolják újra, és még lehetőség van arra, hogy a döntést korrigálják. A bankok pedig mindig csopánkodni fognak, és mindig arról fognak beszélni, hogy nekik csak veszteségük volt ezen, de ezt ne higgyük el. És egyébként ennek alátámasztására is örültem, hogy egy kis filmmel még megtámogattuk ezt a rendezvényt, Almási Lajos kollégával csináltunk egy érdekes filmet. Ez a jelszava, hogy igazságot akarunk, tehát és ezzel lehet. Ön is lesz, mint ahogy több részt fogunk föltenni ebből a brüsszeli, bocsánat, a gondolatodat fejezve nem akartam. Semmi, csak hogy tehát ez a dokumentumfilm pedig nyomatékosítja, alátámasztja tömören, összefoglaltan, hogy tulajdonképpen mi a problématika lényege. Ezt remélem, hogy sokan meg fogják nézni. Kérem, hogy ezt terjesszék, jutassák el minél több helyre, mert az igazság hangjának el kell jutni, és az összefogást kereső, igazságért küzdő embereknek a sikere pedig garantált. Ez tulajdonképpen nagyon szép végszó is. Kérem szépen, hogy azt a filmet is, ezt a filmet is, a meghallgatásról szóló filmet is, Almási Lajos már mindjárt a repülőtérre siet, hogy készítse az egész napotokról szóló filmet, a petíció beadás, a tüntetés, a meghallgatás, ezeket mind osszák meg, annál is inkább, mert úgy tűnik, hogy a magyar média és sajtó nem óhajt ezzel a témával foglalkozni, nem tudom miért nem érzik elegendő súlyúnak, ahhoz, hogy elérje az inger küszöböt, valószínű, hogy inkább nagyon is elérte, azt remélem. Ugye ez a mai nap, és talán kiverte a biztosítékot, hogy ide mennek jönni magyar emberek, tüntetni, petíciót beadni, és a többi, és nem veszik tudomásul azt, hogy már pedig
megtaposták a jogaikat, és ez így is fog maradni. Kérem tehát, hogy adják tovább minél nagyobb számban ezeket a filmeket, ismerjék meg minél többen a petíciót, és csatlakozzanak hozzá, és kövessék a sorsát annak a igen fontos beadványnak, amelyet ma adtak be devizahitelesek Brüsszelben az Európai Parlament petíciós bizottságának. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, köszönöm nektek is a beszélgetést. Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldja Önöket.